sírtam, és nem tudtam feldolgozni, hogy ennyien nagy hatása vagyok az emberekre, és így jöttem el, hogy a kis kesztusok annyian nagy hatással tudnak lenni az emberekre, de úgy, hogy te nem tudsz róla, és nem is gondolsz bele. Ez itt a Kalandvágyból Külföldre podcast, én pedig Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Fanni ma már hálás annak az általános iskolai angol tanárjának, aki akkoriban azt mondta neki, hogy sosem fog megtanulni angolul, mert a magyart sem beszéli jól. Akkor persze ez visszavetette az éppen alakuló önbizalmát, de pont emiatt kialakult benne egy bizonyítási kényszer is, és ma már az angol mellett törökül is beszél, és most éppen a cseh nyelvet tanulja. Hogy milyen országokon keresztül vezetett az út Prágában, és miért pont ott él, ez kiderül ebből az adásból. Ha tetszett a műsor, akkor nyomj egy lájkot, és hogy ne maradj le a további részekről, iratkozz fel a csatornára. Könnyű Fanni vagyok, és hallássérült. Ez nagyon fontos, megjegyeznem, mert a hallássérültségem volt az, ami miatt külföldön élek. Hogy érted azt, hogy a hallássérültséged miatt élsz külföldön? Debreceni környezetből nőttem fel. És általános iskolában az angol tanárom azt mondta, hogy soha nem fog tudni beszélni angolul, akármilyen idegen nyelven. Mert ő azt mondta nekem, hogy a magyar nyelven sem beszélek szépen. És így emiatt egy kicsit, hogy mondjam, elveszítettem az önbizalmam, és majd bekerültem egy művészeti középiskolába, ahogy a világ legszuperebb angol tanárom volt. És ő felkészített engem egy magánóvára ingyen, és így tanultam meg angolul beszélni. Nagyon sok múlik azon, hogy az ember milyen tanárral sodródik össze fiatalon, mert az önbizalmat az bizony nagyon-nagyon le tudja rombolni. Milyen művészeti ágban teljesedtél ki, vagy mit tanultál? Én festészetem voltam, pedig gondolkoztam nagyon a szoplánzaton is, de a festészethez közel kerültem, mivel a családom nagyon szeret könyveket olvasni, múzeumokban járni, szóval beszerencsém volt, hogy ilyen kis művészeti nevelést kaptam, és így nagyon szeretem a művészetet. És ennek köszönhetően szerintem nyitott volt a középiskola minden kihívásra, ahová jártam Debrecenbe. És így emiatt nagyon hálás is vagyok ennek a korszaknak, mert hát a középiskola az, ahhoz szereztem nagyon sok lehetőséget, hogy érettségi után mit lehet csinálni. Úgyhogy nem egyetemre menni egyenesen, hanem megtalálni az önmagamat. És volt közben ilyen lehetőség, hogy cserediákot lehet fogadni, mert azt akartam, hogy beszéljek angolul, de viszont 15-16 évesen nem volt akkor önbizalmam, hogy kimenjek külföldre, hogy beszéljek az emberekkel. És volt ilyen lehetőség, hogy lehetett fogadni egy cserediákot. És így fogadtuk az otthonunkba egy évre egy belga lányt. És neki köszönhetően tudtam fejlődni angol nyelv téhen, és emiatt nagyon közel kerültük egymáshoz. Ő olyan, mintha testvérem lenne, mert otthon nincsen testvérem, hanem egy-két gyerek vagyok. Vele angolul beszélgettetek kizárólag? Hát a szüleim nem tudna idegen nyelven beszélni, így nem értik ezt a külföldi élet lehetőségét, hogy miért kell külföldön lenni. Az anyukámban nagyon jó a kapcsolatom egyébként. Ő is mondja mindig, hogy kell, hogy nem tanult jobban óhosszul, hogy tudjon jobban élni. És így angolul beszélgettem a csehetiákra, és így tudtam fejlődni. És így középiskola utolsó évében megszereztem a felsőfogú angol nyelvvizsgát. És ilyenkor eszembe jutottam át az iskola, hogy az angoltanár miért mondta azt, hogy nem fogok tudni angolul beszélni. Nem dörgölted az orra alá, hogy hát itt vagyok a felsőfokú angolommal? Gondoltam rá, de viszont, ha valaki faluban lakik, és faluban jár általános iskolába, akkor olyankor általában mindenki mindent tud. Ez olyan, mintha mondjuk a falu egyik oldalán a kutyára visszat pisélni, és a falu másik oldalán még azt mondja, hogy a kutyát kakelt. Ja, és akkor abba bízol, hogy közben már eljutott a híra. De nagymamám majdnem szomszédja, szóval muszáj, hogy tudjon. És így remélem, hogy bűntudata is van, hogy ha valaki hallássérült, vagy valaki fogyatékossággal született, hogy nem attól függ, hogy ki milyen okos, hanem attól függ, hogy ki milyen motivált, hogy tanuljon egy nyelvet. Mert én mindig is azt gondoltam, hogy motivációtól függ, hogy az ember hogyan tud idegen nyelven beszélni. És azt gondolod, hogy ha nem lett volna ez a cserediák nálatok, igen, akkor is meg tudtad volna csinálni a hagyományos tanulási módszerekkel? A cserediáknak köszönhetően tudtam megtanulni az idegen nyelvet, mert a hagyományos módszer az
nagyon megnehezíti a halási hűteknek az életét. Mivel a hagyományos módszer az olyan, hogy csoportokban, vagy a tanár arra törekszik, hogy jól kiejtsed azok a szavakat, mondatokat. Nem azt figyelni, hogy te mennyire jó tudsz kommunikálni a külföldiekkel, hanem bemagoltatja veled azt, ami a könyv mond. És én azt gondolom, hogy ezáltal nem lehet kommunikálni a külföldiekkel, mert én azt tapasztaltam 18 éves korom óta, hogy a külföldiek nem azt nézik, hogy te mennyire jól tudsz angolul beszélni, hanem azt nézik, hogy mennyire jól tudsz kommunikálni felünk, és milyen szavakat használsz. Hiába használom azok a szakmai szavakat, ami a könyv tanított, nem érdekli őket, hanem az érdekli őket, hogy megvan a közös kommunikáció. Az, hogy te külföldre mész, azt mikor döntötted el? 18 éves voltam, jött az érettségi. Mindenki ilyen között egyetemmel. Én már nem tudtam eldönteni, hogy mit szeretnék csinálni 18 évesen. És emiatt egy kicsit magamban szuhanytam, hogy nincsenek terveim. De mindenkinek, aki külöttem voltak, mindenkinek voltak tervei. Művészeti képző egyetemre mentek az osztályom nagy része, a más része meg Pőcsészka arra mentek, hogy van, aki orvosnak ment, én meg egyszerűen nem találtam azt a tárgat. Mit akarok csinálni? Ezt a művészeti vonalat nem akartad tovább vinni? Nem. Miért? Azért, mert Magyarország az nem annyira művészeti, kulturális ország, ahol meg lehet élni művészettel. Hiába vannak ezek a kiállítások, a művészeti programok, de viszont én azt vettem észre otthon, mivel ebből az ágyból mozogtam 4 évi középiskola miatt, hogy az ember csak akkor hajlandók menni kiállításra vagy karriérre, ha ingyen van. De fizetni meg nem akarnak annyira, meg ők azt gondolják, hogy nincs értelme fizetni, hogy nézzék a másoknak az alkotásait. Viszont más országban más tapasztalom. És így emiatt is gondoltam, hogy mivel 18 évesen mindig csak arra törekedtem, hogy anyagi része meglegyen. De utána pár évekkel később rájöttem, hogy nem az a pénz, ami boldogá teszi az embert. Jó, hogy van pénz, de viszont ha azt csinálja az ember, amit szeret, akkor boldognak és érzi magát. Igaz. De térjünk vissza oda, hogy gondolkoztál, hogy érettség után merre fogsz tovább menni. Mire jutottál? Nézegettem interneten, hogy milyen lehetőségek vannak ahhoz a téren, hogy ne kelljen egyetemre menni, de mégis jó tudja érezni magát az ember. És akkor az interneten felugrott egy olyan hirdetés, hogy Erasmus önkéntes programmal lehet kimenni más országba. Én meg jelentkeztem rá, és én úgy voltam vele, hogy próba szerencse. Biztos nem vesznek fel, ha látják, hogy nem annyira beszélek szépen angolul, halási hűt vagyok, mert az általános iskolai angoltanár ezt tudod, hogy beépítette a fejembe. És így emiatt úgy voltam el, hogy ó, ez csak játék, csak kipróbálom. És beküldtem az ünnepőrzőmet, meg a motivációs nevelemet, és kérdezték, hogy melyik országba szeretnék menni egy évre, önkéteskedni. Én még nagyon meglepődtem, hogy húisten, mit csinálok itt? Most én ki akarok menni, pedig itt van az a biztonságos környezet, szüleim mellett, családom mellett, minden megvan. Úristen, most tényleg jó döntés, hogy kimegyek külföldre. Á, inkább kihagyom. És egy hétig gondolkoztam. És akkor ez a szervezet, aki fel akartak felvenni velem a kapcsolatot, hogy melyik országba szeretnék menni, mert nem válaszoltam e-mailre, felhívtak telefonon 3-szor. Mondtam, hogy jó, idegesítő ez az ismeretlen szám, felveszem, hogy mit akarnak. És akkor beszél benne egy nagyon kedves hangú szervezet magyarul, és kérdezte, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, vannak nagyon jó önkéntes programok. És akkor megkérdezte, hogy melyik országba szeretnék menni. És akkor én mondtam neki, hogy nem európai országba szeretnék menni, de viszont közel Európához. És akkor így jöttem szóba, hogy Törökország. És én például gondoltam, hogy milyen pont Törökország. Utána néztem interneten, mert vannak török barátaim, de nem gondoltam bele, hogy milyen az éned. Mindenkinek a fejében az a véleménye van Törökországról, muzlimok, meg kecskéje csehéjék a lányokat. És akkor mondtam, hogy jó, akkor legyen Törökország. Én azt hittem, hogy Isztambulba fogok kerülni. Nem, az Isten hátul mögé kerültem Gaziantepre, a Szíria határa.
De várjál, tehát ezt tudtad te is, hogy muszlimok és kecskéért cserélik az asszonyokat, és akkor gyerünk, menjünk? Egyébként tartottam tőle, hogy ez igaz, vagy nem igaz. Úgy voltam vele, hogy saját szememmel meg akarom tapasztalni, hogy milyen az életod. Mert volt, hogy vannak ilyen sztereotípiák, és így úgy voltam vele, hogy na jó, akkor megyek megtapasztalni saját szememmel, hogy milyen az életed országban. És Kozijatapra kerültem Szíria határa. Megvették a repülőjegyet nekem 2 hónap előtte. És akkor a szüleimnek 2 nappal előtte szóltam, hogy amúgy megyek Törökországba. Én is apám nagyon kiakadt. És így mondta, hogy na jó van, né. Tehessen, ne gyere hozzám haza, légy szíves. Ezzel bocsátott utadra. Fú, egy kicsit kiakadtam, mivel én nem vagyok fevő az ilyen poénokra. De a családomban ez, hogy mondjam, átlagos, normális dolog, hogy poénkodó, de én nem vagyok fevő. Szóval én vagyok a fekete párén a családban, mivel az egész családomban senki nem jár külföldre, viszont én igen. De viszont a nagymamának szoktam küldeni képes napokat, és kiderült 3 év után, hogy összegyűjti őket egy dobozba. Én azt hittem, hogy nem gyűjti össze, és ez olyan jó érzés volt, hogy összegyűjti a képes napokat. Egyébként miért a nagymamának küldöd, miért nem a szülőknek? Ők haragszanak rád, vagy nem értenek téged, hogy miért külföldön ér? Amikor Törökországba kerültem, édesapám nem beszélt velem 2 évig emiatt, mert ő azt gondolta, hogy nem tudom átartani magam. Mivel az önkéntes programból neki az a véleménye, hogy ingyen van, és pénzt kell összegyűjteni. De viszont olyan önkéntes programból voltam, ahol biztosította kajákat, és a pénzt is kaptunk, de nem annyit, hogy tudjál eltartani magad, de szállást is kaptuk mellé. És így azt gondolom, hogy ez megfelelő volt ahhoz, hogy megtaláljam önmagamat. Törökországnak köszönhetően megtaláltam önmagamat, hogy mit szeretnék csinálni. Mert én nem tudtam, hogy működik ez a világ, mivel a média kimutatja a magyaroknak főleg, hogy rossz oldalát minden országnak. És így Törökországba jöttem rá, hogy nagyon negatív környezetben nőttem fel Magyarországon 18 évig, és így azt gondolom, hogy a magyarok nagyon megakadályoznak abban, hogy azt csinálj, ami boldogát tesz téged. Mert mindenki úgy gondolja, hogy a külföld csak arról szól, hogy pénzt keressen az ember, és nincs élet. És mindenkinek a fejében így van. És mivel én faluban nőttem fel 18 évig, nem tudtam, hogy ez hogy működik ez az élet. És mindenki azt mondta, hogy nem kóbászból van a kerítés. De viszont én nem ezt tapasztalom. Én azt tapasztaltam 24 évesen, főleg most, hogy csak országban élek, hogy könnyebb az élet. Mint máshol. Mit találtál meg ott Törökországban? Milyen volt? Egyáltalán mit kell csinálnod? Hát Törökországban, mivel önkéntes programmal mentem ki, és szíriai menekült gyerekekkel foglalkoztam 1 évig. És ez teljesen felnyitotta a szememet, hogy a menekült váltság nem arról szól, hogy menekülnek az emberek, hogy pénzt keressenek, mivel Szíriában 2016-2017-ben volt háború, ami ugyanaz volt, mint az Ukrajna és az Oroszország háború. És emiatt nagyon sok menekülteket fogadott a Törökország, és elkerestek önkénteseket, hogy foglalkozzunk a gyerekekkel. De olyan szíriai gyerekekkel foglalkoztam, akinek nem volt családjuk, és egyedül voltak. És így emiatt nem azt mondom, hogy könnyű volt ez a program, mivel emlékszem, hogy első 2 hónapban majdnem minden nap sírtam, hogy ennek a gyereknek nincs senkije, nem tud angolul, törökül se, csak apu beszél, hogy franciául. Ezek a gyerekek 4-8 évesek voltak, és annyira rossz volt, és én foglalkoztam velük is. Emiatt felnyitottam a szememet, hogy a világ nem arról szól, hogy folyamatosan dolgozni kell, hogy tudják. Luxus környezetben nőni, hogy olyan dolgot venni, és így jöttem rá, hogy nem azt akarom csinálni, hogy folyamatosan dolgozok, hogy tudjak utazni, hanem inkább azzal foglalkozok, ami boldogát tesz. És így megtanultam törökül beszélni, mivel 6 hónap volt, hogy megtanultam beszélni törökül olyan kommunikáció szinten, hogy tudjak beszélgetni a helyi törökökkel, mivel nem beszéltek sokan angolul. És 8 hónap után meg is szereztem a török nyelvvizsgát is. Fantasztikus. Mennyi időt voltál ott összesen? Összesen 1 évet voltam ott. Hogyan tudtál segíteni
ezeken a gyerekeken, akik ugye nem értették, hogy mit mondasz nekik, és nem voltak szüleik, és ott voltak elesetten. Mivel nem én voltam az egyetlen önkétes, sok európai országba jöttek az önkétesek, és így segítettük angol tanítani, de nem hagyományos módon indítottuk neki angol nyelvű meséket, könyveket, összegyűjtöttük neki az adományokat, foglalkoztunk velük, mert volt olyan is lehetőség, hogy gyerek otthonban maradtuk estére, és velük foglalkoztunk, de volt olyan lehetőség is, hogy mi önkétesen csináljuk programokat. Például, hogy festés, játék, vagy milyen játékokat csináljuk, ami nem kell ahhoz, hogy kommunikáljon egymással az ember, hanem activity nyelven értsük egymást, és tudjanak játszani velük. És én akkor találtam ki, hogy csináljuk festés, aszfalt festés, és a gyerekek ezt nagyon élvezték. Azt mondta a lényege az egésznek, hogy a gyerekek ne gondoljanak semmi hozzá, hanem arra, hogy létezik boldogság is, egy kis boldogság, hogy mosolgjanak. Nekünk az volt a feladatuk, hogy teheljük el a gondolatainkat a háborúról, vagy ahol, hogy a szülő nélkül vannak. És volt olyan, aki különösen a szívedhez nőtt? Igen, volt. És pont most pár hónapja kaptam e-mail tőle, hogy itt van Oroszországból, középiskolából. Kapott ösztöndíjat, hogy ott tanul. Akkor tartjátok a kapcsolatot? Hát ez vicces történet, hogy én nem hagytam semmi kapcsolatot neki, már nincs Facebookjuk. Csak annyit tudod, hogy én fanni vagyok, ennyi. És kérdeztem is tőle, hogy hogy találtál, hogy még a régi e-mail címemmel írt. A telefonom jelzi a régi e-mail címeket, és akkor ott írta, hogy felkeresett engem minden szervezetnél, itt Magyarországon. Úgy keresett, hogy csak fanni, aki török országban volt, önkétes kérdezett, hogy hétbe. És így két hónap után talált meg engem. Nagyon szívemhez nőtt, igen. És akkor mesélte, hogy mivel neki nem volt családja, testvére, senkije, egyedül volt. Mindig rajzolt nekem. Akkor még ilyen 9 éves volt. És most 15 éves is cserdiák Oroszországban, ösztöndiától. És annyira jó esett nekem, hogy ennyire emlékszik rám. És képzeld el, hogy művészettel foglalkozik. És nekem köszönhetően tudja, hogy milyen a művészet. Már vittem neki ilyen régi könyveket, ilyen művészeti képekkel, mivel Törökországban vannak könyvesportok, ami 10-20 forintért lehet venni könyveket, és én onnan szereztem művészeti könyveket, hogy nézegessék, hogy milyen ez művészet, és nekem köszöntöm meg, hogy ismerje a művészetet, és miattam kezdett el érdeklődni. Ez óriási, nagyon szép történet. Igen, és így emiatt sírtam, és nem tudtam feldolgozni, hogy ennyire nagy hatása vagyok az emberekre, és így jöttem el, hogy a kis kesztusok annyira nagy hatással tudnak lenni az emberekre, de úgy, hogy te nem tudsz róla, és nem is gondolsz bele. Mivel én nagyon jó környezetben nőttem fel, és nem szenvedtem hiányosságokat otthon, szóval nekem ez nem tűnik fel, de ennek a szíjai gyerekeknek nagyon nagy dolog ez. Apukádnak elmesélted ezt a történetet? Apukám nagyon régi gondolkodású ember. Ő úgy gondolja, hogy ha valaki Magyarországon születik, akkor csak magyarul beszél, akkor magyarul kell élni, magyar partnerrel kell jönni. Értem, de az, hogy sínre tetted egy kisfiúnak az életét, és a te hatásodra megtalált a hivatását, tehát ez óriási dolog. Hát az a baj, hogy ő ezt nem tudja értékelni. Apukám az nagyon régi gondolkodású ember, de amit szoktunk beszélgetni nagyon ritkán, de ő nem tudja ezt megérteni, ezt a témát. És anyukád? Anyukámmal nagyon jó kapcsolatom. Ő az egyik legjobb barátnőm. Ő mindent tud. Mindent. Még a magánéletemről is mindenről tud. Még azt is elmesél neki, hogy mit csináltam tennap este. Még azt is elmesél, hogy hány csesőt ittam egy. Mindent tud. Nagyon jó a kapcsolatom. De viszont ő nagyon fél külföldre menni, mert nem tud idegen nyelven beszélni. Még akkor se hajlandó jönni se országba, hogy itt vagyunk egymás melletti ország, és nem akar jönni, mert fél, hogy külföldön van. De úgyis egyszer rá fogom venni, hogy jöjjön ki hozzám. Vissza Törökországba. Eltelt az egy év, hogy lett tovább? Az volt a legrosszabb egy hónapja, amikor hazamentem Törökországba, mert Törökország az ilyen vízumország. Nem lehet vízum nélkül kimenni, csak 3 hónapnál kevesebbet lehet ott tölteni vízum nélkül útjavére. És a szervezet, ahol voltam önkétes, felajánlott nekem munkát, hogy dolgozzak ott. De viszont, mivel 19 éves voltam egy év alatt, nagyon megváltoztam. A gondolkodásom is nagyon más lett.
És így jobban belegondoltam, hogy ezt megéri, vagy nem éri meg. És úgy döntöttem, hogy megyek haza. Mert az egy év alatt csak karácsonyra mentem haza meglepni a családomat. Mert a nagynéni meg a pálya segítettek nekem. Mivel senki nem tudott, csak a nagynéni meg a pálya. Eljöttek, jöttem Debrecenbe, mivel vonattal mentem haza Budapestről. És akkor a nagynéni még segítettek nekem. És akkor kocsiba ültem, bújtam. És akkor nagynéni kihívta az anyukámat, hogy segítsen már neki kalácsot kihozni a kocsiból. Az anyukám meg mondta, hogy te hülye vagy, nem tudsz egy kicsit beállni, mivel kicsi kalácsról van szó. És akkor kiugrottam a kocsiból. Anyám így nézett, mit keresel itt országból? Elsírta magát, mert ezt mondta az életében nekem először, hogy távol vagyok tőle. Mivel egyke vagyok, és nincs más gyerek, csak én vagyok neki, és... Akkor mesélte a családom, hogy anyukámnak ez nagyon rossz, hogy távol van tőlem, nem tudja feldolgozni. És így emiatt, a stressz miatt nagyon megfogyott, hogy kórházba kellett mennie. És így az a karácsony az nagyon bennem volt, hogy sose akarom elfelejteni, mert 18 év alatt akkor éreztem először, hogy tényleg van családom. A színjai gyerekek miatt is rám jött ez, hogy tényleg van családom. És tényleg nagyon fontosak. És mikor döntöttem, hogy megyek haza, meg bombálom a szerencsét török nyelvvel. De viszont Magyarországon nagyon nehéz találni olyan munkát, hogy boldog legyek. És egy hónapig próbáltam kitalálni, amit szeretnék csinálni. És akkor mesélte nekem a lány, aki nálunk lakott egy évi a Belga, hogy Belgiumban vannak olyan külföldiek, aki babysitterek egy családnál, és pénzt keresne, ingyen van a szállás. Én meg gondoltam rá, hogy na jó, Belgium az nagyon gazdaságos ország. Próbáljuk ki. Úgy hiszed, hogy erős a gazdasága. Igen, hogy magasabb a fizetés minden szempontból, meg hogy biztosabb jövőt is tudja csinálni az ember magának. És akkor így Belgiumba kerültem egy családhoz, ott voltam ilyen fél évig, és utána jöttem haza. Nem tetszett Belgium? Mondjuk azt, hogy... Nincs ott szociális élet, mint Törökországban, mert Törökországban lehet azt csinálni, hogy sétálsz az utcán, és megállítanak téged, hogy na, gyere, gyere teára, gyere, gyere kávéra. De Belgiumban az emberek annyira szágozottak. Én meg így furcsáltam, hogy miért nem parátkoznak velem az emberek, annyira megszoktam. De viszont ott jöttem el, hogy én igazi török vagyok, hogy mindenben lehetőséget látok. Mert a törökök mindig próbálnak mindenben lehetőséget találni. És egy Belgiumban ez olyan fura volt nekem, hogy az emberek, hogy mondjam, csak egyenesen túl, hogy koncentrálnak, és csak az üzlet, vagy a munka, vagy akármi. De viszont nyilván van szociális élet, és de nem olyan, mint ami nekem megfelelő lett volna. Meg külföldi barátaim lettek, de viszont a helyi belgákkal nem tudtam jól kijönni, mert mindenkinek volt ez a saját felfogása, és én nem tudtam közös egyeztetésre jutni, hogy tudjuk barátkozni. És így Belgiumban ismertem meg a latin-amerikai barátaimat, akikkel most is tartom a kapcsolatot. És egy közösség voltunk. És itt velük bejártunk Európát. Kocsival, busszal, vagy repülővel stopoltunk, hogy menjünk másik országba. Ezek a latin-amerikaiak, ők tanítottak meg nekem, hogy kell utazni. Mivel nekem az utazás az olyan luxusnak számított, 19 éves koromig, ami mindig is úgy gondoltam el, hogy ez luxus. Mivel az amerikai filmeket mindig nézegettem a sorozatokat, és ott mindig mutogatták, hogy milyen luxusan lehet nyaralni. És akkor ismertem meg a hostel fogalmát, hogy milyen egy hostel. Mivel amit nem voltam hostelben, mindig is úgy gondoltam, hogy egyenlő a hoteldel. És így nem foglalkoztam vele. Van ilyen lehetőség, hogy hostelbe dolgozza, vagy cserébe kapsz kaját, meg szállást. És így kerültem e-hostelbe egy hónapra. Amit recepciós, nem volt sok dolgom, csak beszélgettem az emberekkel, indítottam a bejelentkezést, és a többi. A Diószág nagyon megtetszett, a stoppolással körbejártam egyedül. Nagyon sok sztori született ott Diószágból, stoppoltam. Volt olyan lehetőség, hogy kocsmába dolgoztam egy napot, hogy kapjak szállást a helybe, lettek írbarátaim, és a többi. Annyira jó volt, és utána hazakerültem Diószágból, Magyarországra. És a Belgium az nagyon fontos a szívemnek, mert ott is, hogy mondja, megtaláltam önmagamat, hogy utazza. Nagyon megnyitotta a szememet. Amikor Belgiumba jöttem,
mindig is arra törekedtem, hogy beilleszkedjek az emberek közé. Mert az emberek annyira egyenesen néztek a dolgokat, és én nem foglalkoztam azzal, hogy nekem mi a jó, hanem hogy nekik mi a jó, hogy megfelelő legyek. És igazdába jöttem rá, hogy pakkér, miért hagytam így magam, hogy megfeleljek az embereknek. És utána igazdából hazajöttem, és fél évig otthon voltam. Nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, csak fordításokkal foglalkoztam, hogy keresett pénzt magamnak. És vannak ezek a szakképzések, hogy 2 éves szakképzés, hogy ha lesz szakmád, akkor jobban el tudsz elhelyezkedni. Mindig is tudtam, hogy turizmussal vagy szállodákkal szeretnék foglalkozni. Ez azért fontos megemlítenem, mert ezért vagyok Csehországban, mert ezzel foglalkozok. És akkor így jelentkeztem egy szakmára idegenvezetőnek. És annyira tetszett az idegenvezetés, de közben beütött a korona, a Covid. Amikor kijelentették, hogy korona van, leszállások vannak, maszkot kell hordani. Én pont akkor Törökországban voltam 10 napot. Ilyen Erasmus táborban voltam, és 6 országban jöttek az emberek. És ilyen 10 napos táborban ismertem meg egy cseh fiút, és a korona miatt nem tudtuk találkozni 2 évig. És addig nem is gondoltam Csehországra. Mindig is azt gondoltam, hogy egy igazi szláv ország, nem jó az élet. Benne mindig azt mondhat meg, hogy a csehek úgy öltöznek, mint az oroszok, hogy kamu, adidas, Nike, fotka a kezünkbe, és csúnyák. Mindig is így gondoltam Csehországra, és mindig ezt elhülyéskedtem. És abban a táborban mindig viccelődtük azon, beszóltam a cseheknek, hogy a kisfakon mesél az magyar. Ők meg így néztek, ez most komolyan mondja, ez a magyar lány. Mindenki tudott így kiakadt, hogy azt mondjam, hogy magyar mese, mivel a kisfakon az csehszlovák. És akkor rájöttem, hogy a csehek nem szeretik, ha azt mondom, hogy csehszlovákia, mert neki van egy történetük. És akkor másnap, mivel 10 napos volt a távol, másnap mondta neki, na jó, rájöttem, hogy nem magyar mese, hanem csehszlovák. Még most is csehszlovákia létezik. Mindig így, hú, Fanni, ne húzd jobban az agyamat egyszer. És akkor így jöttem rá, hogy a csehek nagyon jó fejek. És azon 10 nap alatt nagyon közel kerültük egymáshoz a cseh fiúval, és ott jöttem rá, hogy létezik olyan, hogy lelkitárs. Hogy nem ahhoz szól egy fiú és egy lány kapcsolat, hogy legyen testi kapcsolat, hanem hogy beszélgetni. Kommunikáció, meg foglalkozni egymásra. Úgy éreztem, hogy megtaláltam azt a valakit, akivel tényleg úgy érzem, hogy ő a másik felem. És akkor Törökországból hazajöttük. És akkor bejelentették, hogy beszállták a cseh határokat. És pont azon napon, amikor volt vonatjegyem, hogy menjek hozzá. Én mondtam, hogy ez egy sors üzenete, hogy ne legyen jó dolog az életemben. És akkor így 2 évig csak beszélgettük, írtuk egymásnak levelet, postai úton küldtük egymásnak, csomagolt ilyen csak édességet, én meg csak magyar édességet, és ez nagyon jó van. De viszont megbeszéltük, hogy csak barátok maradunk. És közben lett neki egy barátnője, nekem meg egy magyar fiú, akivel nem volt jó a kapcsolat, csak a korona miatt nem volt más lehetőség. És akkor így úgy voltam vele, hogy na jó, akkor ő csak lelkitárs barátja. És utána áprilisban, most vagy nincs korona, rám jött, hogy ő most egyedül van, hogy nincs barátnője. Én meg úgy voltam vele, hogy na jó, kihasználom a lehetőséget, megyek Prágába a következő héten. És akkor mondja, hogy oké, gyere. Nem számítottam semmire, nem terveztem semmi, csak kipontott a fejemből, hogy na jó, kíváncsi vagyok Prágára. És akkor kijöttem. És havonta 2-szer jöttem hozzá nyáron Prágába. És én nem is gondoltam bele, hogy mit szeretnék csinálni, csak ide jöttem, élveztem a pillanatokat. De megbeszéltük az első találkozást, ami májusban, amikor jöttem hozzá, hogy csak barátok vagyunk, mert távolság nem jó. És akkor jöttem Prágába nyár közepén, úgyhogy nem szóltam neki, hogy jövök. De a plazi haverom miattam jött Csehország a Brazíliából, hogy legyünk együtt 5 napig, hogy töltsük együtt időt, mert 4 évig nem találkoztunk. És miattam jött Prágába, és utána ment Dániába dolgozni. És akkor mondtam, hogy késik a repülője 8 órát Brazíliából. Mondom, jó, akkor írok a cseh fiúnak, hogy
itt volt Prágába. Azt mondja, hogy igen. Mondom neki stopot, hogy te mit keresel itt Prágába? Mit csinálsz itt? Miért nem szóltál? És akkor másnaptól elkezdtünk, csináltuk kocsma estét a brazil haverom miatt, mert ő nem tudja, milyen egy igazi cseh este, hogy csessően, és a többi. És akkor jelentettem ki a csak fiúnak, hogy jövök, kiköltözött Magyarországon, tihet így húztam, hogy felcsigázzam, hogy mivel beszéljek. Mondtam, hogy kiköltözött Magyarországon. Másokat beszéltünk, hogy nem vagyok boldog Magyarországon, Debreceni repülőtéren dolgoztam. Nagyon szerettem a munkát, viszont fel voltam félve ilyen 25 év alatti támogatásra, ami azt jelenti, hogy a munkáltató nem fizet utánad adót a munkahelyen. És kiderült, hogy csak 6 hónapos támogatás volt, és én meg tudtam háttér információkkal, hogy ki akarnak rúgni, ha lejár a támogatás, hogy tudjanak felvenni egy új embert. És ez annyira elment az életkedvem attól, hogy ott maradjak tovább. Hiába elégedettek voltak velem, amilyen jól dolgoztam, de egyszerűen elment az életkedvem ettől az egésztől. És akkor mondtam neki, hogy kiköltözött Magyarországra. Azt mondja, hova? Mondom, Prágába. Azért, ha végül nagy zsánét, hát ez most komoly, ez most tényleg ezt mondja, hogy ilyesmi. És akkor hazajöttem Prágából, elkezdtem nézegetni a munkalehetőségeket, és azon lepődtem meg, hogy Csehország nagyon támogatják a külföldi embereket, mármint, hogy nagyon szeretik a külföldi munkásokat. És így jelentkeztem egy olyan cégre, amire nem mondhatom ki a nevét, mert van szerződésem, hogy nem lehet mondani, hogy egy turizmussal foglalkozó cégnél dolgozott most jelenek, ami azzal foglalkozunk, hogy a magyar utasok, vagyis ilyen utazási biztosítást felveznek, és ilyen foglalkozók, hogy felkehesnek a cseh kórházak, vagy a repülőtér, hogy elvezett a pudjelzen, és így kihívja a biztosítást, és ennek a hátterét én ellenőrzöm, hogy tényleg felvette a biztosítást, én ellenőrzöm a papírokat, hogy ez milyen biztosításom van. Nekem kell ellenőrizni a magyar utasokat, hogy kórházban vannak-e. Nekem kell beszélnem a cseh orvosokkal, ha milyen a baj, mert háttérben mindig ilyen kis csalások szoktak lenni, hogy több biztosítás pénzt kapjanak az ember, és ilyen foglalkozok. Magyarokkal kizárólag? Igen, csak magyarokkal, mivel ez a, ebben a munkában azt is elvárják, hogy magyarul meg csehül beszéljek. De viszont mondta ez a cég, hogy foglalkozhatok törökökkel is. De rájöttem, hogy a törökökkel nem szeretnék foglalkozni, mert nekik más az éles stílusuk, meg a felfogásuk nagyon más. Hogy miattul nagyon stresszes napjai lennének, mert nagyon szeretnek kitalálni dolgokat, és nagyon szeretnek lehetőséget látni mindenbe, ami a pénzt ad nekik. Én csak beadtam az önéletrajzomat, pedig nem olyan önéletrajzó van szó, ami nagyon pontos volt, hanem csak ilyen fáz nagyszerűség, és én beküldtem, és egy héttel később mondták, hogy szeretnének interjút velem személyesen Prágába. És akkor igen, jöttem Prágába interjúra, de csak egy éjszakára jöttem, fonatoztam, buszoztam össze, és nagyon rosszú volt, mert ennyi mindig csak repülővel jöttem, ami 40 perces az út, és olcsó repjegyárak vannak. És akkor beküldtem az interjúra, és akkor mondták, hogy majd egy hét múlva jeleznek. De mi mindig itt voltam Prágában, egy órával később felhívtak telefonon. Na jó, úgy döntöttük, hogy téged veszünk fel, mert olyan jó beszélsz, és olyan vicces vagy, és ezzel tudnál customer-ket felvenni. Először azt hittem, hogy csapóink vannak, mert a anyapahátaim meg elmeséltem, hogy nagyon szeretnék ezt a munkát, mert jó minden fizetés, mert plusz jutalék, és a többi. És én azt hittem, hogy az egyik haverom beszél, mert ugyanúgy beszél, mint a főnököm. Mondtam, hogy ha te hülye vagy, hogy ezt elviccelöd, és kiderült, hogy ez főnököm volt. Jó. Én se hittem, és akkor mondja a főnököm, hogy az igen, milyen jó beszélsz a jövendőbeli főnököttel. Hú, nagyon égett a fejjel. És utána kérdeztem, hogy ugye még van ez az ajánlat, elnézést kérek, ne hallgódj, nem akarta. És akkor mondták, hogy kezdhetem a munkát jövő héten. Az nagyon könnyű munkát találni. Én ezt önöpöttem meg a legjobban. Hát neked sikerült, de gondolod, hogy ez általános? Augusztus 19 óta ítélnek Prágába.
22-én volt az első munkanapom, és szereztem barátokat mindenhonnan, mert nem csak egy állásomban, hanem három. Van ilyen, hogy teljes idő, meg rész munkaidő, és én azt vettem észre, hogy nem várják el, hogy csehűbe szíjön az ember Prágába. Ja, tehát három állásod van ott Prágában? Igen. Itt csinálsz még akkor emellett a biztosítás mellett? Hát az első a biztosító céges munka, a másik felszolgáló vagyok egy négy csillagos szállodában. Hétvégén dolgozok ott, ami azt jelenti, hogy én nagyon szeretem a reggelit. Tudod, kávémániás is vagyok, kávékat is csinálom, meg felszolgálom a reggelit a vendégeknek. És általában mindig magyar utazókat kapom, hogy magyarul beszéljen már felünk, hogy a szállodának pozitív jelzésen legyen. A harmadik az meg ilyen beugrós munka, ami azt jelenti, hogy kutyát sétáltatok egy családnál. És amúgy először ingyenet csináltam volna, a ajánlottól kifizeti. Mondom, okay. És ez a három állás van, amiből eltartom magamat. És én nagyon mázista embernek tartom magam, hogy ilyen életem van most, 24 évesen. Jó életed van, úgy érzed? Úgy érzem, hogy megtaláltam a helyemet tényleg. De viszont azt vettem észre ez a 24 év alatt, hogy inkább külföldiekkel jobban kijövök, mint magyarokkal. De amúgy van legjobb barátaim, akik magyarok. De viszont ők is inkább külföldi munkákkal foglalkoznak. És cseh barátod van ezen a fiún kívül? Na, itt Prágában nagyon sok barátaim vannak. Vannak ázsiai barátaim, és vannak latin-amerikaiak is. Pont ma este megyek találkozni egy grúziai lányjal. De azt kérdezem, hogy helyi, tehát cseh barátod is van? Vannak csehek. Tihet néztem interneten, hogy milyenek a csehek. És azt írták interneten, hogy hidegek. Szerintem magyarok sokkal hidegebbek. De viszont engem egy kicsit bánt, amikor ismerkedek egy csehel. Neki mindig az az első kérdése, amikor már tudja, hogy magyar vagyok, hogy Magyarországra jöttem, mindig az az első kérdése, hogy és Orbán Viktorral mi a helyzet? Vagy a politikával mi a helyzet? Ami a cseh ország nagyon liberális országnak tartom, mivel nagyon baloldali, sokkal szabadabb ország. Itt kérdezel, 6-8 óta lehet házasodni azonos neművel. Én azt mondom, hogy ilyen szempontból a cseh ország nagyon fejlett, gondolkodású ország, és nagyon szabad ország is. És így a csehek, akivel meg idősebb, de amúgy találkoztam már olyan idős csehel, és aki ugyanúgy gondolkozik, mint mi fiatalok, hogy elfogadják a helyzeteket, és így emiatt otthonnak érzem magam ezt az országot, mert az emberek nagyon szabad gondolkodású, és nem azt várják el tőle, hogy úgy gondolkoz, mint otthon, hogy mit mond a politika, hogy úgy álljuk hozzá. Egyébként igazából, megmondom őszintén, hogy én azért jöttem csak országba, mert Magyarországon annyi a kinyáltástalannak látnám a jövőmet a munka miatt, mert mindig csinálnak nagyon jó támogatásokat, de viszont vannak hátrányai. Felvesznek dolgozni egy jó fizetéssel, de viszont nem ez határozatlan időre szól, hanem idő, határozott időre megy, és nem érdekik a Magyarország politikát, hogy mi van veled 6 hónap után. Hát nem foglalkoznak azzal, hogy mi lesz veled utána, amikor rájár a támogatás. Én rájöttem, hogy annyi a tervük, hogy használjuk ki a lehetőséget, hogy ma hagyjuk otthon. Én mindig meglepődök azon, hogy külföldön sokkal könnyebb bejutni egyetemre, mint otthon Magyarországon. Mivel én Magyarországon tanultam a középiskolát, és pont rendszer van ott, hogy hány pontotnak kell lennie, hogy felvegyenek. De viszont Belgiumban, meg Csehországban nem az van, hogy mennyi pontot van, hanem azt nézik, hogy milyen motivációs növelet írtál, és az alapján választanak be. És itt jöttem rá, hogy a Magyarország inkább csak papír alapján választanak embereket. És nem azt nézik, hogy milyen értékes ember vagy, mármint, hogy hogyan gondolkozol, vagy mit csináltál az élete során, hanem azt nézik, hogy papírba, vagy mondjuk látszat alapján választanak be, hogy te mennyire híres vagy a neved alapján. És ez nagyon elszúvít. Azt érzed, hogy itthon máshogy álltak hozzád a sikertséged miatt, mint mondjuk Csehországban? Ezt nagyon érzem, mert minden szempontból érzem a különbséget. Akárhol voltam, Törökországban, Belgiumban vagy Csehországban, nem azt nézi az ember, hogy te hogyan beszélsz.
De otthon Magyarországon, amikor megismerem az új embereket, amikor volt interjú lehetőségeim, még otthon Magyarországon, amikor még azt gondoltam, hogy ott szeretnék dolgozni, mindig az volt az első kérdésük interjúknál, úgyhogy magyarul beszélgetünk. Mindenkinek azt mondta az első kérdése, te miért beszélsz ilyen furán magyarul? Én meg is néztem, hogy tessék. És akkor kérdezték, hogy és általában jártanak téged az emberek, hogy te mit mondasz? Így néztem, hogy nem lehet volna, akinek tájszólása, vagy érted, hogy nem tudtam ezt feldolgozni. Nagyon rosszul esett, hogy otthon ilyet megkérdeznek, és tudod, hogy ahogy mondtam neked az elején, hogy nem az a lényeg, hogy te hogyan beszélsz, vagy hogyan ejted ki a dolgokat, hanem hogy értség, hogy miről van szó, vagy kommunikáció, hogy testbeszéd, akár, hogy lehet megérteni. És volt egy olyan interjú, hogy visszakérdezték, hogy fogyatékosként vagyok bejelentve, mert akkor felvehetnek a fogyatékosság támogatást. Én meg itt jöttem el, hogy arra törekszenek, hogy adómentesen tudjanak felvenni az embereket. Nem azt nézik, hogy milyen tapasztalataik vannak, hanem kihasználják az ilyen lehetőségeket. És ez egy nagyon rossz eset, hogy Magyarországon azért álltak így hozzámásuket vagyok. Nem gondolnak el, hogy ez milyen rossz esik az embernek. De én hajási hűt vagyok, és 4 éves koromig nem beszéltem egy szót sem, mert a szüleim nem tudták, hogy hajási hűt vagyok. Csak 4 éves voltam, amikor rájöttek, hogy valami nem oké is velem. És így a 4 éves koromtól kezdve, mert műtöttek, de a legelső hangkészülékem nagyon gyenge volt. Nem hallottam jól, csak ilyen, hogy magány hangzókat hallottam, itt musként. De rendesen nem tudtam hallani. És akkor majd 5 évesen, mert műtöttek, és azóta van ez a hangkészülékem. És úgymond, én nagyon későn kezdtem el beszélni, mint a többi gyerek. És bekerültem át a suliba, és az osztálytársaim nagyon jó voltak. Ő mindenben segítettek nekem, és volt egy tanárom, aki siketekkel foglalkozik, hogy beszéljenek, segít neki belélyezkedni. És az általános iskolás osztályfőnökömnek, meg ennek a hallási hűt tanáromnak, és köszönhetően én nagyon hálás vagyok neki, hogy olyan ember vagyok, amilyen vagyok most. Mert ha ők nem lennének, akkor lehet, hogy nem is itt lennék. Emlékszem, hogy a gyerekkorom az nagyon jó volt. Vannak budapesti rokonaim, óvokatestvéreim, mindig lejöttek nagymamámékhoz faluba. Mindig homokoztunk, mert minden. A régi hanokészvékem az olyan volt, hogy toboz és hátizsákod volt. Milyen hátizsákként kellett hordani, mert nagyon nagy volt, és a toboznak volt egy zsinórja, és akkor így a hülemhez volt csatlakozva az a zsinór, hogy halljam a hangukat. És akkor ennyi alatt legalább 6-szor el volt szakadva az a zsinór. És csak Budapesten lehetett kapni újat, hogy fel kellett értem menni. És emlékszem, hogy amikor 12 éves voltam, nagyon szerettem a Budapestet. Az unokatesóméhoz mindig mentük egy éjszakára, ha már felmentünk. És annyira hiányzott nekem az unokatesvérem. Mondtam anyukámnak, hogy menjünk már fel Pásta őket látogatni. Mondta, hogy nem, nem. És rájöttem 12 évesen, hogy csak akkor megyünk fel Pestre, ha elszakad a zsinór. És elszakítottam a zsinót karácsony napján, hogy menjünk fel Pestre. És anyukám az nagyon mérges volt. Elszakítottam előtte. És akkor mondta, hogy a felnét nem hallottam, hogy mit mondott, mert elszakítottam, de láttam rajta, hogy nagyon mérges volt. Szerintem még 12 évesen is szerettem utazni, csak nem jöttem rá. Én tényleg azt érzem, hogy a szüleim büszkék rám, de viszont apukám az nagyon nehéz eset. Amúgy ő ilyenek nem beszél velem, amióta itt él a Csehországban. Mert ő azt akarta, hogy maradjak Magyarországon, mert repülőtéren dolgoztam, és szerintem jó volt az a munka. De viszont ő azt gondolja, hogy ha Magyarországon születtük, akkor ott is maradjuk, és beszéljük magyarul. De mindig is tudtam szívem mélyén, hogy külföldön szeretnék élni. Mindig is tudtam. Még azt mondd már meg, hogy ezzel a fiúval hogy alakult a kapcsolat? Hát most már együtt vagyunk hivatalosan. Mi a hosszú távú terved? El tudod képzelni, hogy ott élsz? Igen. Igen. Most arra törekszem, hogy mivel a munkahelyen 3 hónap próbaidő van, és utána megkapom a szerződést, hogy teljesen hivatalos szerződés,
És akkor ez a munkaszerződéssel be akarom jelenteni magam ideiglenesnek címmel, mert ez Csehországban, ahogy tudom, úgy működik, hogy hogyha be vagyok jelentve, és 5 év után is itt vagyok, akkor ki tudom kérni a cseh állampolgárságot. Elkezdtem cseh nyelvet is tanulni. Most már tudok csehül sört kérni. Ez már nagy lépés. Nagyon nehéz a cseh nyelv egyébként. A török nyelvvel azért voltam szerencsés, mert ugyanúgy beszélünk, mint magyarul, hogy betű szerint kell kiejteni a mondatokat. És a török ABC-t megtanultam, és akkor már tudtam olvasni törökül, de viszont nem tudtam, hogy mi mit jelent, és így könnyű volt. Viszont a cseh, az meg fú, nagyon nehéz, komolyan. És mivel nem jártam egyetemre, szeretnék majd jelentkezni egyetemre is, itt Prágába. Turizmus, szállás, szakma. Én nagyon szeretnék szállodába dolgozni, mint menedzser. Mondta nekem a barátom pont múlt héten, hogy ő rájött arra, hogy én azért szerettem a turizmus meg a vendéglátást, mert az emberekkel beszélgetek, hogy az emberekkel tudok kommunikálni. Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.